Ó, sziasztok, sziasztok, gyülekeztek! Sok szeretettel köszöntelek titeket. Kárpáti Orsi vagyok. Ma én kezdem a bemutatót, úgyhogy remek kezem lábam. Figyeljétek a akciókat, mert nagyon jó akciókkal készültünk nektek, és nagyon szép új anyagokkal. Láthatjátok, mennyi mindennel, és elég sok mindenre jó nagy Black Friday-os akcióval készültünk, hogyha megnézitek, akkor például a Hypnotic géllak toppunk is -40%, van amire -50%-unk van, úgyhogy érdemes néznetek, hogy mi az, amivel készültünk nektek. És még ugye, ha látjátok, a lámpák is le vannak, vagyis maga a Brill Pro lámpa van leértékelve egy -10%-kal, és szerintem ez nagyon jó, mert egyébként az az egyik legjobb lámpa szerintem. Legalábbis én nagyon szeretem. Na hát akkor kezdjük is el. Én ma nektek egy beépített márvány mintát fogok mutatni. És amit először fogok használni hozzá, az egy új kis csiszolófejünk, ami ugyanez benne van az orosz gépi manikűrös készletben, csak ugye ez az, ami egyébként a leghamarabb kopik el, mert ezt használjuk a legtöbbször, legalábbis én, de most már így meg lehet venni külön is, és akkor nem kell egyből egy új szettet vennetek. Nem nézzük akkor. Ez volt a fura. Én ezzel szoktam egyébként a bőrfeltolás kaparást gyakorlatilag kiváltani. Nekem ez a kedvencem. Mert nagyon szépen felszedi a letapadt részeket, és mivel gyémánt poros maga a fej, ezért nagyon jól tud gyakorlatilag a sáncok mentén is egy picit mattítani. Sziasztok, és akkor ugye ne felejtjétek, ahogy ez szokott lenni, ha bármilyen kérdésetek van, akkor nyugodtan tegyétek fel, és rögtön meg fogjuk válaszolni. Na, egy picit fogok leszedni a diámnak a bőréből. Nem sokat, mert még fogok ott neki reszelgetni. És ő neki vékony bőre van. Úgyhogy tényleg most csak azokat, amik így belógnak nekem ide. És még a fényzseli előtt fogok szedni neki a bőréből. És amivel nekem a kedvenc előkészítő reszelőm, az a Soft 180-as reszelő. Ez pont annyit fog, hát nem is azt mondom, hogy vékonyítani, hanem mattítani, finomítani a köröm felszínen, hogy magát a körömlemezt azt ne bántsa. Viszont nagyon jó előkészítő reszelő. Illetve ugye a reszelőt is most érdemes feltölteni a reszelőkészleteket, hiszen korábban többen írtátok, hogy miért nincs akció a reszelőkre, de most a Black Friday keretén belül a reszelők is akciósak, úgyhogy érdemes betárazni, főleg így a karácsonyi hajtás előtt. Bizony, bizony. És nagyon-nagyon sok szép új csillogó színnel jöttünk ki, amit egyébként rajtam láttok. Ez az új limitált kiadású Star Shine Like, azt hiszem, like az, igen. Utasd meg még egyszer csak a különbözőt, mert ugye ezt mondtam nektek így korábban, hogy ezek a színek együtt is nagyon-nagyon jól mutatnak, ugye a kis újon az aranyszíni, mellette a bronz, a bordós bronz és a rózsaszín. Igen. Ez a négy szín található a készletben. Amit utána föl fogok vinni a felületre, az egy nail prep, ami egy fertőtlenítő, vízelvonó, gombásodást megelőző, illetve zsírtalanító folyadék. És nekem a másik kedvenc előkészítőszerem, tehát én savas primert nem is használok, én savmenteset használok a szalomba, és ez pedig a primer 2-es, amit felviszek a modellemnek a körmére. Így.
Közben én már előre összeillesztettem a sablont, hogy könnyebb legyen, haladósabb legyen nekünk a mai napunk. És már be is fogom könnyíteni. Ugye a könnyítés az a sarokpontokból kiindulva legalább egy fél centiméter mind a két oldalra a madárkánknak az irányába. Szerintem ez egy tök jó irányítási módszer. És utána pedig fölviszek egy kis bondgélt, ez a klasszikus bondgél. Lehet használni egyébként a hipnotiknak a bondját is, de a hipnotik bondja az egy picikét testesebb, és én jobban szeretem, hogyha csak egy vékonyabb réteg van a köröm alatt. Berakhatod, kérlek? És utána az alaprétegemet iron géllel fogom elkészíteni, és az iron gélt azt pedig a flat hard ecsettel fogom felvinni, addig ezt mutatom, ameddig köt a vendégem körme. Ez egy természetes szőrű ecset, olyan, mint a gél hard ecset, csak a gél hard az műszőr, ez viszont természetes szőrű ecset. Ezzel ugye nagyobb mennyiséget fel tudsz venni, azért ezt használom. Igen, így van. Plusz még a keményebb zselékhez is ezt ajánlom nektek, mert nagyobb a nyomó ereje. Kérem szépen. Ilyen nagyon szép kékes színezete van, és ez azért nagyon jó, mert van még pluszba egy ilyen kis szín élénkítő hatása, igen. Egyébként amilyen anyaggal fogok tovább haladni majd, az működne amúgy bondgél, illetve alapréteg nélkül is, csak én most reszelni fogom a mosolyvonalat, és ahhoz egyébként ez jobb. Tehát megkönnyíti a munkámat. Illetve ami miatt ajánlom nektek majd a kövi anyaghoz, még hogy tegyetek alá bond gélt, mert a hajlításnál fel tudja rúgni a körömlemezt. Vagy felrúgja magát a körömlemezről tulajdonképpen. Úgyhogy igazából nem a tapadás miatt hagytam, vagyis raktam ezt az anyagot, hanem azért raktam, mert ezzel ugye ezt így ki fogom tudni küszöbölni. Törlök egyet az ecsetemen. Elvékonyítom az anyagomat, hogy ne legyen pereme, mert ahogy vissza fogom alakítani a formát, úgy egy picit tudunk rajta tolni az anyagon. Úgy értem ezt, hogy tolunk az anyagon, hogy ki vastagszik tulajdonképpen, ahogy beletörölsz. És ugye nekünk segítség ilyenkor, hogy figyeljük a sablonon lévő, mehet be, különböző kis vonalak, rácsok, tehát ezáltal is tudunk rajta tájékozódni, ez is segít nekünk. Te a hagyományos sablonunkat használod, vagy a megerősített? Ez most a megerősített sablon, amit használok. Egyébként azért, mert zselés technikánál ez egy picit stabilizálja a hajlításodat, és nem kell annyira figyelni, hogy rétegenként hajlítsál. Ú, de jó vékony a körmöd, Diós. És szépen végig hajlítom az egészet. Hát persze, hogy szösz, pedig letöröltem. És én úgy szoktam fixálni, hogy ezt a fajta hajlító csipeszt, ezt tulajdonképpen berakom a sarokpontokhoz, és föltolom.
lerakhatod. Nem fáj? Köszi. Ez a videó is, mint minden egyes Brailbird videó visszanézhető lesz, úgyhogy ha te is szeretnétek elkészíteni, akkor akár egyszerre tudtok majd haladni az Orsival is. Úgyhogy igen, vissza lehet nézni majd a videóinkat, de azt ne felejtjétek, hogy ez a Black Friday akció, amiről az elején beszéltünk, az csak mai éjfélig él. Így van. Nos, és a flathard ecsettel fogok tovább dolgozni, illetve amit még be fogok vetni, az a Shadow Gel ecset. Ez egy ilyen kis pici műszőr ecset, ezzel a sáncok mentén fogom mozgatni az anyagot. Kérem szépen, Dius! És amit fogok használni hozzá, ez a Dark Bouncy Gel. Bouncy-val nem olyan egyszerű dolgozni kezdőknek, ugye? Nem, vagy de... Vagy mire kell figyelni, mondanám? Hát arra, hogy tulajdonképpen ez egy nem önterülő zselé, és én ezt nem ajánlom csak körömágy hosszabbításra, hanem én inkább körömágy hosszabbításra és körömágy magasításra ajánlom tulajdonképpen. Illetve amire figyelni kell, hogy azáltal, hogy nem önterülő, ugye alapvetően úgy dolgozunk a zselékkel, hogy nem nyúlunk bele, viszont mivel ez egy nem önterülő anyag, ezt nekünk kell tulajdonképpen hát így lenyomogatni, és, de ezt is úgy, hogy nem beletúrsz az anyagba, hanem csak így lefele irányuló mozdulattal szépen így nyomsz rajta egyet. Illetve amire figyelni kell még, hogy azért ennek van egy hőképzése, tehát érdemes több vékonyabb rétegbe felvinni az anyagot, viszont amit még ajánlok nektek, hogy azért, mivel ez egy eleve nem önterülő zselé, én azt szoktam tanítani, hogy minden egyes zselét úgy szálazunk, amilyen az anyag terülési sebessége. Tehát mivel ennek nincs is terülése, ennek az a titka, hogy tulajdonképpen... lassú mozdulatokkal, lassú határozott mozdulatokkal próbáljatok meg dolgozni vele, és akkor úgy már kicsit könnyebben lesz irányítható. És akkor most a Shadow Gel ecsetre váltottál? Igen, és csak egy picit akartam itt belepótolni, és akkor én nem húzom el az egész anyagomat. Na, mehet Betty Juska. Ha szeretnétek, akkor ezt a réteget is hajlíthatjátok, de hogyha jól raktátok föl kellőképpen szűkítve a formát, és ezzel a merevítettebb sablonnal dolgoztok, mert ugye ez pont azért jobb, mert ugye van egy beépített fém része, tehát erősebb maga a sablon, és a szűkülő formákat egyébként nagyon szépen ki tudjátok vele hozni. Kérem szépen! Na... És haladunk is tovább. Fölviszek még egy csúszót. Nem feltétlenül szükséges egyébként, de szerintem így könnyebb eldolgozni. És azért ez most egy elég jelentős mennyiség lesz, amit lerakok ide a hátsó bőredő elé. És itt is, ahogy látjátok, ilyen kis lassú, nyomkodó mozdulattal dolgozok. És hogyha ilyen lassabb mozdulattal dolgoztok, akkor látjátok, hogy itt nagyon szépen elkezdett kisimulni az anyag felülete. Még veszek hozzá, és még folytatom tovább a anyag terítését. Igen, ez a pont valaki írta, hogy ő imádja a Bouncy-t, és jobban kézre áll neki, mint a folyós zselé. Így van, ezeket egyrészt ki kell tapasztalni, hogy ki mivel tud könnyedebben dolgozni. Másik meg szerintem nem szabad feladni, ha elsőre nem úgy sikerül. Próbálkozni kell, hogy az Orsi is mondta, hogy ez nem úgy kell kezelni ezt a zselét, mint mondjuk egy hagyományos körmányhosszabbító. Vagy mint mondjuk a Cover Builder-t, mert a Cover Builder is egyébként az egyik kedvenc zselém, viszont az egy önterülő zselé. Tehát, hogy ez alapján is tudtok, közben megint váltottam a Shadow Gel ecsetre, ezzel is tudtok egyébként játszani. Egyébként ez tényleg nagyon érdekes, mert én is cserélgetem, váltogatom az anyagokat, mert régen én nem dolgoztam ezzel a
Bonszival. Nekem akkor még a favoritom egyébként a Cover Builder volt, de egyébként tényleg így van, ahogy a Kati is mondta, hogy próbálkozzatok meg, kísérletezzetek, mert akkor fogjátok tudni fejleszteni a saját technikátokat. Törlök egyet az ecsetemen. És igazítok egy picit a körömágy hosszabbításomnak az ívén. És még ide behelyezek egy kis mennyiséget. Érdekes egyébként, hogy nekem ez a jobb oldali rész, ez kevésbé esik a kezemre, mint a bal oldali. Mehet be. Hát, és mivel ez egy elég jelentős anyagmennyiség, elképzelhető, hogy szegény modellem mindjárt szusszantani fog egyet. Még nem, akkor jó. Egyébként a zselének az égetését, ezt tudjátok egy picit csökkenteni, hogyha először a szórt fénybe helyezitek be, és csak utána helyezitek be a magába a direkt fénybe a lámpába. És hát azért ezt egy 3 percig érdemes köttetni, hogy jól átkössön. Hú, és már milyen sokan néznek minket, igen, Kati. Igen, és ha valakinek van kérdése, akkor nyugodtan írja meg, és megválaszoljuk. Így van. Néha közben próbálok én is így rákukkantani a kamerára. Addig, ameddig ugye a lámpában van a köröm, addig megmutatom, hogy ez az a bizonyos készlet, amit mutattunk, illetve aminek a színei megtalálhatóak az Orsi kezén. Én azt gondolom, hogy ezzel a készlettel nem tudtok mellélőni így az ünnepek alkalmával, mert igazán erre akár egy egyszerű hópihe mintát, pont egyébként a hópihét szerettem volna mondani én is, vagy egy tök jó pofa inda mintát rá tudtok én festeni. És már meg is vagytok, hiszen ez annyira gyönyörűen csillog, hogy szerintem imádni fogják. Nagyon, biztos vagyok benne. Én tegnap vittem be a szalomba, és már tegnap dolgoztam is, hanem erre is csaptak. Egyébként ezt kérte a vendégem, ezt a rózsaszíneset, a H200-asat. Kérem szépen. Na. És most akkor én még teszek rá egy kis anyagot, mert itt van nekem egy mélyedésem. És még ezt szeretném kitölteni, hogy ott ne üljön be az anyag. Így. És még húzok rá egy bajszocskát, amibe meg fog tudni majd kapaszkodni a reszelőm. Flat hard ecsettel vitte fel Orsi a nagyobb mennyiséget. És a shadow géllel a kisebbet. Így van. Próbáljátok ki egyébként, mert szerintem ez nagyon megkönnyíti a szalon munkátokat, hogyha így ezzel a két ecsettel dolgoztok. Mehet be? Meg amit szerettem volna mondani, hogy szerintem mindig érdemes továbbfejlesztenetek magatokat, hiszen tényleg elég nagy a verseny a körmösök között. És ha nem is feltétlenül szoktatok körmöket építeni, hanem inkább géllakoztok, akkor is mondjuk magatoknak próbáljátok meg elkészíteni akár ezt a körmöt, vagy bármilyen videóban bemutatott körmöt. Ugye a YouTube-on is vissza tudjátok nézni például a korábbi nyelv premiereket. A Facebook oldalunkon is ugye minden egyes videó fennmarad, és hogyha vendégek meglátják a ti kezeteket, akkor lehet, hogy utána ők is kérni fogják. Vagy pedig, hogyha van esetleg olyan anyagod, ami berakadt, vagy esetleg duplán vetted meg, és akarod, hogy picit fogjon, akkor is érdemes azokat a színeket felvinni a saját kezetekre, mert
az is ugye eladhatóbbá teszi a terméket, és ki tudjátok pörgetni, illetve ebből plusz bevételt tudtok generálni magatoknak. Amit fogok használni a fixáláshoz, ez az új Superfinish Cleaner. Egyébként ez egy nagyon-nagyon bitangerős cleaner, tehát az eddigi cleanereink is tökéletesen fixáltak, viszont én azt vettem észre, hogy amit eddig nem tudtál letakarítani semmivel sem, mert ragadt nyúlt, legyen az akár babapupsi törlőkendő, vagy bármi, nagyon-nagyon szépen le tudjátok tisztítani a zselés tégelyeteket, és tökre úgy néz ki, minthogyha egy nagyon-nagyon szép zsírúj csillogó tégelyetek lenne. És a lámpát is nagyon szépen tudjátok vele takarítani, mert ugye azért azt tudjuk, hogy a vendégek szeretik összekenegetni mindenhol a lámpánkat. És ugye most mindenhol lefixálom a felületet, és jön a mosolyvonal reszelésem. Amihez egyébként egy 150-es erősségű reszelőt fogok használni. Na, bocsánat. Gilla, talán milyen anyagot ajánlasz a méltrát és felmér után? Hát ez opcionális, attól függ, hogy mit készítesz. Én megmondom őszintén, nem készítek szalomban klasszikus géllakot, csak és kizárólag erősített géllakot készítek. Tartósabb is így, a vendégek is egyre több mindent szeretnének már tartóság szempontjából, úgyhogy szerintem így jobban jártok. És akkor így ez alapján azt is lehet, hogy teszel mondjuk egy rétegbondot, és akár a manigél klasszikusainkat használod, abból nekem a Milky a kedvencem, vagy pedig a megjelent új extra manigéleket is használhatod. Ugye azok sokkal sűrűbb, testesebb állagúak, tehát ezt te tudod eldönteni, hogy neked a lágyabb anyag jobb, vagy esik jobban a kezedre. Bocsánat. Vagy pedig a sűrűbb vagy hígabb anyagokat kedveled jobban. És ugye manigél extrémből is rengeteg szín van, és csillogó árnyalatok is vannak benne már. Igen, például szerintem, hogy ha a vendég például eleve manigéllapot kérnek, akkor nem is feltétlenül kell úgymond színt használni, hanem a manigél extrákkal meg lehet oldani, igen, és akkor is gyorsulni tudtok, mert ugye nagyobb lesz maga az áteresztő képességetek vendég szempontjából, tehát ez is nektek. Szerintem ma mindenféleképpen meg kell fogni az összes belső munkát, mert nem tudjuk, hogy mi lesz. Hát igen. És most egy picit a felületet is meg fogom reszelni. Tulajdonképpen ezt a sarokponttól sarokpontig tartó területet próbálom átreszelni. Jó. És most még rajta hagyom a sablont, de majd az első köttetés után ki fogom venni, és újra vissza fogjuk rakni. Amit fogok most használni, ez az új White Future gélünk, ami egy új formulás, és mivel ez egy eléggé testes, masszív anyag, kicsit sűrűbb szerintem, mint az előző, ezért én a terítését, illetve magának a Future gélnek a kivételéhez nem mindig spatulát használok, most ezt fogom használni, ez az orosz bőrfeltolónk tulajdonképpen az orosz manikűrhöz lett tulajdonképpen fejlesztve. És amit még használni fogok, az a Future Forming Solution folyadék, amit csak így nem kell belőle nagy mennyiség, ide a kupakba fogok kinyomni belőle egy picit, illetve amit fogok használni, az a 3D Art ecset. Ez egy ilyen
macskaszőr, macska, hát nem macska nyelv, olyan nem is tud lenni, ha igen, természetes szőr, tehát nem macska nyelv formájú ecsep, de olyan is tud lenni, ha az ujjad között egy picit kilapítod, viszont hegybe is tudod állítani. Ez is opcionális, hogy ki mivel szereti teríteni. Én a természetes szőrű ecsetet javaslom a Future gélekhez. Van, aki a nagyobb ecsetet szereti használni hozzá, van, aki a kisebbet, lehet dolgozni akár egy porci ecsettel is, vagy akár egy smileline ecsettel, tehát ez kinek mi. Régen én is smileline-nal dolgoztam, aztán most egyszer csak így átálltam a 3D Artra, mert az valahogy nekem kezesebb volt. Na, ide készítem magamnak, egy picikét belemártom ezt a vágott részét. Lehet egyébként narancsfapálcával is teríteni magát az anyagot, de ott én azt azért nem javaslom nektek, mert bele fog tapadni a narancsfának, vagy a rózsafapálcának, mindegy ki, hogy hívja, a rostjai közé az anyag, és egy idő után már nem lesz úgy annyira esztétikus. Még egy picit veszek fel belőle. Egyébként nagyon-nagyon szép hófehér színe van. És igen, és meg az új formulának ugye egyrészt az előnye, hogy sokkal keményebb lesz, és nem színeződik el a fehér vég, hófehér marad, és tényleg egy ilyen gyönyörű hófehér hatást tudtok vele elérni. Igen. Na, a nagyja az már megvan. Ezzel gyakorlatilag inkább az oldalfal részére próbáltam nyomni az anyagot, és utána pedig váltok a 3D Art ecsetemre. A körmánymagasítást készíthetted volna a Future Gale-vel is? Igen, egyébként készíthettem volna azzal is. Csak ugye a Future Gale-nek pont az az egyik előnye, hogy kompatibilis a porcelánnal, kompatibilis a zselével, tehát lehet oda-vissza játszani tulajdonképpen az anyaggal. És ezt megpróbálom úgy teríteni, hogy az oldalfal részénél magasabban hagyom az anyagot, viszont a szabad szél fele meg elkezdem elvékonyítani. Évike jön utánam? Nem, Babett. Babett. Akkor a tippeket hallom, hogy mattítja, mert közben Babett megérkezett. És itt is még próbálom egy picit lenyomkodni az anyagomat. Na, és mehet be a lámpába szerintem. Hát azért ezt is én azt gondolom, hogy illik egy 2 percet köttetni, pont azért, mert hogy az anyag eléggé pigmentált és sűrű, és mivel az anyagoknak a kötése is egyébként befolyásoló tényező abból a szempontból, hogy mennyi pigment van benne, illetve milyen a sűrűsége. Szóval minél sűrűbb anyaggal dolgoztok, minél feketébb, vagy minél fehérebb, vagy minél sötét bordósabb, annál tovább kell köttetnetek. Legyen az egy akár géllak, akár egy valamilyen jellegű építő vagy színes zselé. Meg szeretném kérdezni, hogy... Hát, mikor lesz újra elérhető a Fun Cover Builder gél? Ezt most így nem tudom fejből megmondani, utána fogunk járni és megint. Amit fogok használni most, majd, az egy, ha megfogom, és persze, hogy az az utolsó, nem, itt van, kivettem, egy 6-os zselés ecset, illetve én ezt már korábban kikevertem, mert a latte extrát fogom használni úgy, hogy nagyjából egy ilyen fele-fele iron és latte extra keveréket készítettem. Most mindenképp szükséges clear anyag a szabad széli részre a Future Gale alá? Nem. Én ezt, tehát anélkül is meg lehet oldani, én ezt a mosolyvonal reszelése miatt készítettem. Szóval én ezt már előre egy picit összekevertem, mert hogy szerettem volna a láttének a fehérségét, viszont az tömény lett volna, és ezzel így nekem majd mindjárt meglátjátok. Fú, de tele van még mindig pigmenttel, vagyis csillámmal, mert
Ebben még majd mindjárt mondom, hogy mivel fogok dolgozni. Kérem szépen, Diós. Na és most jön az a pillanat, hogy egyébként leveszem a sablont. Ezt így szépen összenyomom. Jó vékony lett, úgyhogy alányúlunk kettővel ilyenkor. És egy picit még visszarakom kötni. Mehet be egy Diós egy pár percre, de hogy is egy pár másodpercre, szép lenne. Kérem szépen. Ilyen opálos, nem tudom mennyire adja vissza a kamera, szerintem igen. Opálos. Hát ma megint hozok szakszavakat. Opálos jellegű színhatása lett, és ezt szépen így felviszem a szabad szél felületére. Igazából ezt azért nem is kell ilyen nagyon precízen felvinni, mert úgyis mindjárt össze fogom gyűrködni nektek. És ehhez, hát, egy ilyen kis uzonnás zacskóra lesz szükségünk, amiből letépek egy darabot. Egyébként is már ugye így vannak rajta gyűrések, de ezt is szépen ráhelyezem. És a díszítő tű segítségével még így meg tudom ezt így nyomkodni. Ezáltal is különböző recéket fogok készíteni vele. Na, mehet be. Egyébként próbáltam úgy is, hogy ez a gyűréses módszer, ez amúgy működik a forming, vagy forminggal, a future gélekkel is, csak annak egy nem lesz annyira ragacsos a felülete, és nekem arra szükségem lesz egy picit. Amit fogok hozzá használni, ez az új kromporunk, méghozzá a Chrome Mirror White. Ez egy picit fényesebb és csillogóbb, mint a másik, és a felvitelére pedig a lila ecset készletből ezt a kis legyező alakú ecsetet fogom használni. Kérem szépen! Igen, ez a Mirror White krompor, ez ilyen szinte tükör fényes bármilyen színnek. Úgyhogy szerintem ez is egy olyan dolog, ami pillanatok alatt nagyon-nagyon látványos dolgokat lehet készíteni. Igen, ami ilyen fölösleg, azt egyébként egy ollóval nyugodtan levághatjátok. És most minden olyan lesz. Tehát egyébként ez annyira... Fú, nagyon durván. Látjátok, hogy még ki sem nyitottam, és már elkezdett kiszállni. Bettina esküvői körmére nem ez a mirror por került, mert ezzel egy teljesen ilyen tükörfényes hatást lehetett volna elérni. Ők inkább azt szerették volna, hogyha ez a krómfehér hatás jön elő, és ezért a white shine fehér krompor került a Bettina körmére. De ugye az esküvője előtt teszteltük ezeket a kromporokat, és ahogy meglátta, ő rögtön mondta, hogy szeretné elvinni, mert szeretné, ha az esküvői körmére ez kerülne. Na, bocsánat. És közben én bedörzsöltem ezzel a kis krómporral. Nem is dörzsöltem, inkább úgy beecseteltem. És ezáltal lett egy ilyen kis márványos, vagyis hát még nem, de majd ki fogja adni az effektet. És újra fogom használni ezt, amit korábban kevertem. Latte Extra és Iron keveréket, meg a 6-os ecsetelmet fogom használni. És ezzel szépen kitöltöm egy magasságba tulajdonképpen a szabad szélem felületét. A magasításomig, úgy értem. Tehát, hogy a szabad szélemet töltöm ki teljesen olyan magasságig, amilyen a körömágy magasításom. Ez
ezzel egy kicsit vissza fogsz venni most ebből a csillogásból, ugye? Igen. Ha valaki mondjuk ezt a brutál csillogást szeretné, akkor sima clear zselével is csinálhatja, igen. Csak én most szerettem volna, mert majd meglátjátok, hogy reszelés közben, illetve után, hogy fog kialakulni. Tehát lesznek benne ilyen opálosabb részek, illetve lesznek benne ilyen kis csillogóbb részek is. Közben azért figyelek, hogy kerüljön mindenhova. Most még így elég hardcore, tehát jól fog neki állni a reszelés, de nem kell megijedni tőle. Igen, egyébként a válasz az is nagyon-nagyon szép hatású. És mehet be. A körömnek a fixálását pedig megint csak a Super Finish Cleanerrel fogom készíteni. Egyébként használhattok, aki nem szereti az ilyen pumpás kiszerelést, a Cleaner Vibes kendőnkkel is. Azt is nagyon szeretem. Azt én főleg akkor szoktam használni, ha megyek utazok vidékre oktatásra, mert azzal is ugye csökkentem a súlyomat, amit viszek magammal. Na, és kérem szépen. Miközben egyébként fixálok, én még így oldalról is át szoktam nyomkodni a körmöt, mert még egy picit tudsz rajta hajlítani, amíg meleg az alapréteged, vagyis ameddig meleg maga a zselid. És utána akkor átváltok. Kemény zseléket egyébként szeretem reszelni a 100/100-assal, illetve 100/180-assal. Először a szabad szélemet fogom hosszát kialakítani. Egy kis reszelőbeavatás hang. Utána az alsó párhuzamokat igazítom meg. Keresünk inkább egy... De igen, hogy már most nagyon szép Dani is velünk tart, és szerintem mennyire jó már, mikor az osztatók itt elmondták egymást. Illetve Vidos Orsi is írta, hogy ez brutál szép. Szia Orsikám, de hiányzol, puszízlak! Igen, egyébként nagyon izgultam. De hát én mindig. Kati mindig levet. Igen, mert szinte mindig fogok elmondani, hogy ő úgy izgul a bemutató előtt. De közben majdnem mondhatom, hogy ez a kis műkolat kirázzátok, de jó, igen, a technika öltöge bármikor közbe szólhat. Igen, de meg hát én bennem meg amúgy azt gondolom, hogy jó, jó dolog azért ez a kis drukk, szerintem. Nem szeretem az érzést, de jó dolog. Ez olyan, mint amikor, hát már jó régen voltam versenyen, de ez olyan, mint amikor versenyzel, és nem szereted azt az érzést, hogy ott halálra stresszeled magad, de amikor így visszagondolsz rá, meg visszaemlékezel, akkor azt mondod, hogy ah, de jó volt, menjünk még egyszer. És nem látjátok még, de én már, igen, én már elkezdtem látni. Nem nagyon kérdeztek, ez azt jelenti, hogy mindent elmond az Orsi, és nincs kérdés? Vagy nem tetszik? Nem biztos, hogy tetszik. Egyébként, hogyha nem szeretnétek ennyit reszelni, akkor tudjátok használni hozzá, de most azt nem biztos, hogy elhoztam azt a fejet, és azt nem hoztam el. A Gillac Remover fejet is tudjátok használni hozzá, és az is nagyon patent, tehát meg tudja könnyíteni azért a munkátokat. És egyébként azért is, hogy lássam, hogy hogy alakul a felületem. Ilyenkor is érdemes közben, hát, nedvesíteni
ami lehet akár egy klaraszeptes fertőtlenítő, vagy akár egy cleaner, mert akkor így látod, hogy még hogy kell csiszolnod. Mert ugye magától a portól fog mattolni a felületed, és azért sem látod. Igen, és itt már figyelni kell, mert ilyenkor hajlamos vagyok egyébként elreszelni a formánkat. Hát ennek igazán örülök. Egyébként ez akár egy téli csillogós körömként is működik, de szerintem még akár egy esküvői dizájn is lehetne. Bár nem, ez csak így időközben gondoltam át, hogy kicsit esküvős feeling, de nem baj, mi szeretünk úgy ötleteket adni, hogy egy dolgot ugye több stílusra is föl tudtok használni, vagy egy ötletet. Itt már ugye haladok hátul. Egyébként közben már fordítottam, mert hogy ugye ez a 100x180-as reszelő, ez úgy van, és szerintem a legtöbb Magyarországon lévő forgalomban lévő reszelőre ez igaz, de a miénkre igen, hogy az írott oldala a picit finomabb. Úgyhogy a nem írott oldala az a 100-as, tehát ott a szabadszéli résznél a 100-assal dolgozok, a bőr körül viszont pedig a 180-as részét használom a reszelőnek. De ezzel sem megyek egyébként teljesen a hátsó bőredő közelébe, mert amit én javaslok nektek, hogy a szalonban is használjatok majd, az kérlek szépen a csiszoló gyűrű tartószár, illetve azt a fajta csiszoló gyűrűt használom én, mármint erősség szempontjából, ami a, hát vagy a legfinomabb, vagy a közepes. A durvát én már annyira nem szeretem, mert az elég nagy karcokat bír hagyni a felületen. Úgyhogy már is előkapom a kis fejemet. Nem csak te használod ezt, a Daninál is ezt szoktam látni, hogy ő is így használja. Én ezt imádom. Nagyon szépen letisztítja egyébként a munkádat, és szerintem meg is gyorsítja. És ugye megint csak ott tartunk, hogy nem azért, mert egyébként pénzéhes vagyok, de hát az idő pénz, úgyhogy szerintem ez mindenkinek fontos tényező. Vendégek is, én úgy vettem észre, hogy mindenki most sietősebb, rohanósabbra vette ugye a dolgokat. Már közelednek az ünnepek, ugye jönnek a bevásárlások. Igen, ugye most egyszerűen grillt használt, és nagyon így van. Hát talán még 10 000-es sincs, hogy olyan 8-ra satszolom én. Ugye most az Vegsen Grill is akciós 10% kedvezménnyel kapható. Tehát ez az egyik legbízhatóbb kiszoló, mint egy Vegsen Grill. Én... között megy mindig, hogy ki melyiket. Ugyanaz a kettő. Én annyit mondanék, hogy talán ennek az expertnek ez a kézi egysége egy nagyon-nagyon minimálisan könnyebb. Tehát akinek ilyen hát inhüvelygyulladás sok munka, és kímélni szeretné az ízületét, annak azt mondom, hogy válassza ezt. Hozzáteszem, hogy nekem egyébként a szalomban a Brill van. Én nekem az a favoritom. De ezt is nagyon szeretem. És ugye itt még kicsit szűkítem a formámat. És még egy picit finomítok rajta a kézireszelőmmel. Mert még mindig nem érzem kecsesnek. Egyébként ezt is lehet többféleképpen készíteni, többféle technikával. Tehát azon is gondolkodtam, hogy belefessek-e esetleg egy valamilyen csillogót még ide a mosolyvonalba, mert az is most egyébként egy nagy divat. De én úgy voltam vele, hogy ez nekem így tetszetősebb.
és még itt egy picit tisztítunk rajta. Ezután már csak portalanítok. Először nekem buffer szempontjából ez a kedvencem. Én ebben azt szeretem, hogy puha és nagyon finom ez a finomító felülete. Nagyon szépen lesimítja a felületet. Illetve, amit még utána fogok használni, ez pedig a másik favoritom, ez a lila homokolt finomító. Ennél arra kell figyelnetek, hogy amikor ez vadi új, akkor ennek az nagyon erős az életet, hogyha mondjuk innen egy géllakos körmöt alulról akartok picit finomítani, akkor azért óvatosan tegyétek, mert az első egy-két használatnál elbírjátok vágni a vendégnek a bőrét, hogyha nem figyeltek oda. Portalanítunk. És lehet használni egyébként extra toppot is, de én most az extra top no blue-t fogom használni, de előtte egy picikét, amit még mondtam nektek, hogy reszelés után még leszedem a fölösleget. Nagyon csendben vagytok. Hát írják, hogy köszönöm szépen, de szép lesz. Úgyhogy szerintem én is azt mondom, hogy gyönyörű lesz. És tényleg bíztatok titeket, hogy próbáljátok ki, és utána videó alá posztoljátok be majd a körömképeket, illetve a közösségbe, Rébölt közösségbe. Igen, örülnék neki. Be, mert tényleg nagyon-nagyon jó látni az oktatóknak is, hogy amit bemutattak, az hasznos volt, az tetszett nektek. És tényleg akár esküvői körömnek, akár téli körömnek. Itt már látszik is, hogy kiadta a csillogását. Majd zoomolok egy picit, hogy még jobban lássuk. Uh-huh. És ugye látszik, hogy gyönyörű a felülete, ugye ezért fontos az, hogy a reszelőkkel haladjunk az egyre finomabbak felé. Igen. Mert ha így nagyon siettek, egyszer-kétszer azért én is belebírok futni, hogy annyira tempóiszt kiribágtázok, hogy nem finomítom át a felületet, és akkor kezdhetem újra, mert ahogy rárakod a fényzselét, akkor az úgy azért megdobja. Na. Úgyhogy berakjuk kötni. Egyébként az extra top is, illetve a no blue is a Brill Pro lámpába 30 másodperc alatt is megköt. Úgyhogy ez is egyébként a munkátokat segíti szerintem, hogy gyors kötésű a lámpa is, illetve maguk az anyagokat is már megpróbáljuk úgy készíteni, hogy minél termelékenyebb legyen nektek, illetve minél könnyebb legyen használnotok. Nagyon szépen, gyönyörű. Hát, nagyon örülök, hogy tetszik nektek, majd kaptok fotót is róla, úgyhogy én ezzel készültem nektek. Uh-huh. És ugye ott vannak benne ezek a kis gyűrések, ott van bele csücsembe ez a kis mirror shine-unk. Jól mondom? Jól mondod. Nem, ez mirror white, igen, de én shine-ozom állandóan ezt. Úgyhogy szerintem ezt próbáljátok ki mindenféleképpen, fogjátok szeretni. És valakinek, ha van kedve, akkor mutassa meg nekem, hogy hogy néz ki klérrel is. Igen, de akkor majd lesz egy olyan is. Jó van. Jó? Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, és ne menjetek sehova messzire, mert ugye egy gyors átpakolás, és jön Babett, aki karácsonyi mintákat fog nektek készíteni. Sziasztok! Így van. Sziasztok!